Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, így a Húsvét hetében, amikor mindenki az ünnepre készül, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megértsük és átéljük, mit jelent nagypénteknek és Húsvétnak, a feltámadásnak jelentősége, hiszen ez hat az életünkre, és a hívő ember abból táplálkozik, amit Jézus Krisztus érte elvégzett. Szeretnék néhány igeverset olvasni a Bibliából, a Korintusi első levél 15. fejezetéből, az első 5 verset. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, melyben állatok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek. Ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Pál apostol arról beszél itt a korintusi levélben, hogy a testvérek számára újra előtérbe akarja helyezni az evangéliumot. És ad az evangéliumra egy definíciót, mit kell értenünk az evangélium alatt. Az evangélium azt jelenti görögül, hogy jó hír, euangelion. Ez egy jó hír, egy győzelmi hír minden ember számára. Azt is hozzáfűzi, hogy amely által üdvözültök is, tehát az evangéliumban való hit, az üdvösséget ad az embernek, ami azt jelenti, hogy örök életet kapunk Isten ajándékaként, és ha elköltözünk ebből a világból, akkor a mennybe, Isten jelenlétébe, közelébe kerülünk. Így foglalja itt össze, hogy elsőként Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Nagypénteken a keresztény világ Jézus Krisztus megfeszítésére emlékezik, arra, hogy eljött az Isten fia azért, hogy meghaljon értünk, ezt úgy mondja Pál, hogy a mi bűneinkért. A Biblia azt tanítja, hogy az ember elszakadt Istentől, és bűnös. Azt mondja a római levél, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És a bűnnek van egy büntetése, ami a halál, de Isten meg akar kegyelmezni az emberiségnek, meg akart kegyelmezni az emberiségnek, mivel szeretett bennünket, és most is szeret, és ezért adta értünk fiát, áldozta fel Jézus Krisztus, hogy ő haljon meg a bűnökért, ő fizesse ki az árát a bűneink büntetésének. Aki hisz ebben, hogy Jézus Krisztus érte halt meg, az annak Isten megbocsátja a bűneit. Aztán azt mondja itt, hogy eltemették, ugye tudjuk, hogy Jézust egy sziklasírba helyezték, az akkori temetkezési szokások szerint, és nagypéntek után még az este beállta előtt levették őt a keresztről, és a szokásos bebalzsamozást elvégezve egy sziklabarlangba helyezték őt nyugovóra. És aztán a következő állítás, hogy a harmadik napon feltámadott az írások szerint. Tehát Jézus Krisztus nem maradt a halálban, nem maradt a sírban, az üres sír bizonyítékáról beszámolnak az összes bibliai források, és látták őt feltámadva a tanítványok. Tehát ő feltámadott, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, az ördögöt, és gyakorlatilag kifizetve az adósságunkat a halála által, elvégezte a megváltásnak a művét, és harmadnapra dicsőségesen feltámadott, és ő volt az első a halottak közül, aki úgy támadott föl, hogy többé már soha nem kell meghalnia. És ez arról beszél, hogy Jézus elhozott számunkra egy új életet, a feltámadás életét, és aki ő benne hisz, az ebben az új életben járhat. Aztán még egy utolsó állítás van, így végezetül, hogy megjelent Kéfásnak és a 12-nek. Kéfás gyakorlatilag Péter apostolnak a héber neve, hogy ez a Jézus megjelent. Meghalt a mi bűneinkért, a kereszten megfeszítették, sírba tették, eltemették, harmadnapon feltámadott a halálból, és azt mondja továbbá az ige, hogy megjelent Péternek, a 12-nek, és aztán folytatja, hogy több mint 500 embernek egyszerre.
És gyakorlatilag, akik ma kereszténynek mondják magukat, azok mind hirdetik, hogy Jézus él, lehet vele találkozni személyesen, nyilván nem fizikai értelemben, hanem hitáltal, lélekben lehet Jézus Krisztussal találkozni, az igén keresztül. A Szent Lélek teszi valóságossá számunkra azt, hogy Jézus valóban él és cselekszik. És ez a megjelenés, a személyes megtapasztalása a feltámadott Krisztusnak hozza közel számunkra Istennek a jelenlétét. Úgyhogy húsvétkor, nagypénteken és húsvétkor az evangélium lényegéről emlékezik a keresztény világ. Arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia meghalt értünk, elvégezte a megváltásnak a művét, aztán feltámadott győztesen, és megjelent az embereknek, és ezt a fajta munkáját ma is végzi. Időről időre megjelenik olyan embereknek, akik korábban nem ismerték, és ezek az emberek azt tapasztalják meg, hogy Jézus él és valóságos, és ő benne egy teljesen új életet lehet élni. Ezt kívánom minden kedves nézőnek, hallgatónak, hogy tapasztaljuk meg a feltámadott Jézus Krisztus valóságát.